Neked is feltűnt, hogy a választások előtt néha elszalad a ló a politikusokkal? Te is azt érzed, hogy azért gyerekekkel kampányolni már tényleg túlzás? Feldühít, ha azt látod, hogy az egyik párt szervezetten rongálja meg a többiek plakátjait. Nézd minket az október 13-ai önkormányzati választásokig, hogy megtudd, mit tehetsz te azért, hogy mindannyian jobb városokban és falvakban élhessünk. Én Faragó Renáta vagyok, ez pedig a Választasz vlog sorozata, mert jogod van hozzá. Néha úgy tűnik, mintha egyes politikusok maguk is elhinnék, hogy a kampányban mindent szabad. Jó, persze, a választások előtt tényleg felfokozott a hangulat, de a szabály ilyenkor is szabály. Ha kampányidőszakban megtűröd a jogszerűtlen vagy simán csak erkölcstelen húzásokat, azzal te is bátorítod a sportszerűtlen politikusokat. Márpedig így mind rosszabbul járunk. Mi egyesületünk a változást akarunk gyöngyösen, amit röviden csak úgy hívunk, hogy vagy, ez a rövidített neve. Ő elindult az önkormányzati választásokon, 6 képviselőjelöltel. Úgy terveztük, hogy azt a programot, meg a jelöltjeinket azt saját gyártású hirdetőoszlopokkal fogjuk bemutatni. 6 darab olyan raklapból összeállított, kiállító paravánt akartunk kihelyezni, ahol a eddigi munkákat akartak bemutatni, amire nem kaptuk engedélyt. Ezen a 6 darabon kívül 32 darab háromszög keresztmetszetű, 1,8 méter magas OSB-labból készült hirdetőoszlopot terveztük azt, hogy készítünk, és ezt a 32 darabot az egész városba akartuk elhelyezni. Tehát azokban a körzetekből az a 6 jelöltünk fog indulni. Augusztus 15-én adtuk be a 6 darab raklapos kiállító állványra a területfoglalási igényt, szeptember 2-án pedig a hirdetőoszlopokra. És az önkormányzatnak elvileg erre 15 napos határideje lett volna, de mi 15 nap alatt semmiféle választ nem kaptunk. És akkor fordultam a TASZ-hoz segítségért, mert itt szemmel láthatóan a mi hátrányunkra egy jogsértés történik. Tehát szándékos és tervezett késlekedés folyik ebbe az ügybe, hogy mi megkapjuk ezeket a területfoglalási engedélyeket. Érdemes azt tudni, hogy a választási kampány összesen 50 napos, és ebből az 50 napból az önkormányzat az eljárásával körülbelül 30-35 napot már elfogyasztott. Mi azt tanácsoltuk Nagy Róbertnek, illetve hát megírtuk neki azt a választási kifogást, amit ő benyújtott a helyi választási bizottsághoz, mondván, hogy ez az eljárás, amit ők most lefolytattak, ez nem veszi figyelembe a választási eljárásról szóló törvénynek az alapelveit, és ezzel megakadályozza azt, hogy ő kampányt folytasson gyöngyösen. Nem csak arról van itt szó, hogy ő, mint jelölt, hozzáfér bizonyos felületekhez, hanem arról is szó van, hogy a választópolgárok értesülnek arról, hogy kik a jelöltek és kik közül választhatnak. Hogyha ezt az önkormányzat elszabotálja, akkor egyszerűen nem lesz a választópolgároknak arról tudomása, hogy kik közül választhatnak október 13-án. Mivel mi most a területfoglalási engedélyeket nem kaptuk meg ezeknek a tartószlopokra, ezekre a tartószlopokra, amik ez a plakátra kihelyezhetni, most kénytelen leszünk ezeket a városban található régi kiállító felületeket használni, és így van egy helyet, de ugye ez egy éppenséggel még egy október 14-ét eseményt meghirdető plakát, tehát nekünk most éppen süsüsárkánt kellene letakarnunk a jelöltjeinkkel, hogyha azt a plakátot úgy szeretnénk kihelyezni, ahogy mi azt elterveztük. És akkor ez az az utca, ahol elvileg kint van a hirdető tábláknak a 50%-a. Igen, tehát ez egyetlen utcában található. Nagyon jól lehet látni talán ebből a oldalból is, hogy az az úriember foglalja el ennek a oszlopnak a teljes felületét szinte, aki nekünk nem engedélyezte a saját oszlopoknak a kihelyezését. Tehát ő a jelenlegi polgármester. Igen, ő a jelenlegi polgármester, és tőle kaptuk meg a elutasító választ a területfoglalási engedélyekre. Kampányidőszakban nem ritka, hogy a politikusok még ennél is tovább mennek. Már az is jogsértő lehet, ha egy párt rossz helyre teszi a plakátjait. De a kampány hevében előfordulnak ennél sokkal súlyosabb sztorik is. Villanyoszlopokra helyeztünk ki plakátokat magasra, de ezeket most már valakik eltüntették a kampány ideje alatt. Hol vagyunk? Ez a toronyház? Ez a gyöngyösi híres toronyház, igen. És ennek a parkolójába ide helyeztünk ki 5 darab plakátot, USB lapra ráragasztva, így van. És ez hát ilyen körülbelül 2,5-3 méter magasan volt, tehát hogyha az ember le akarja szedni, akkor létrát kellett cipelni a vállán, mert mi is csak azzal tudtuk fölrakni.
és ennek itt hűlt helye van. Itt egy kétoldalas tábla volt, egyik oldalon a Varga Anikónak a képe, aki ennek a körzetnek a jelöltje, ami jelöltünk, másik oldalon pedig az a jelmondatunk, hogy a lopás ellen vagyunk. Tehát itt eltűnt, de... Akkor erre helyeztétek ki? Arra? Igen, arra, és ott pedig látjuk, hogy ott van lenne a földön ledobva a tábla. Olyan magasra helyeztük fel ezeket, hogy létrával. Tehát ezt tervezetten, eszközzel lehet csak onnan eltűntetni. Ezt is eltéphették. Visszaélések nem csak a kampányban, hanem konkrétan a választás napján is történnek. Ha szeretnéd ezeket megakadályozni, a legjobb, ha személyesen is jelen vagy a voksolásnál. Tarts velünk a következő részben is, amikor ellátogatunk egy nyilvános képviselőtestületi ülésre.